Szerintem a szerencse definíció kizárólag azon múlik, hogy te hogyan gondolkozol. Magát a szerencsét az emberek különbözőképpen fogalmazzák meg, vannak olyan kultúrák, ahol a véletlenszerűségre alapoznak, van, ahol tudományos magyarázat van rá, van, ahol isteneket mellékelnek hozzá. Manapság nem csak a szerencse szóval vagyunk magunkra hagyva ezzel, hanem nagyon sokféle dolgot nem tudunk megfogalmazni, éppen azért, mert ilyen multikulturális környezetben élünk. Ez nagyon jó hatással van az emberi gondolkozásra szerintem, viszont a hátránya az, hogy nem tudjuk, hogy honnan induljunk ki és hova tartsunk. Összekeverednek bennünk a kultúrák, igazából egyiket sem ismerjük teljesen, és beleszületünk az egyikbe, tanulmányozzuk a másikat, viszont az élet elsodor egy teljesen harmadik felé, és ebből egyébként egy jó egyveleg összeállna, hogyha megtanítanák a gyerekeket gondolkozni, és így nőnénk föl felnőtté. Ezt a szállat most hagyhatjuk, mert a szerencsére szeretnék fókuszálni, mégpedig arra, hogy a szerencsét a mi kultúrákban általában úgy veszük, mint egy véletlenszerűséget, ami megtörténik velünk, és ha megtörtént, az jó. És ilyenkor mások irigylik a szerencsénket, a sikereinket. Aki szerencsés, az nyilván örül a szerencsés sikereinek, az más kérdés, hogyha sikereket úgy érte el, hogy tett érte, akkor egy kicsit sértő az, hogy valaki csak szerencsésnek gondolja őt, és nem látja azt a hatalmas munkát, amit belerakott abba, hogy egyáltalán eredmény jöhessen ki abból, amit csinált. Mindenki csinál valamit, ki többet, ki kevesebbet a sikeréért, sajnos nem egyforma az, hogy mennyit kell az egyik embernek vagy a másik embernek. Ha valakinek nagyon sokat kell tennie valamilyen eredményért, és a másikat látja, hogy ő keveset tett érte, és megkapta azt az eredményt, akkor őt majd szerencsésnek fogja titulálni, és lehet, hogy irigykedni fog rá. Nem mindenki irigykedik, aki lát valakit, aki könnyedén megszerzett valamit, valaki nagyon örül a másik sikerének. De lássuk be azt, hogy a társadalmunkban egyre többször látjuk azt, hogy valaki nem örül a másik sikerének, hanem azt mondja, hogy ő egy szerencsés, vagyis nem tett semmit azért, hogy van valamilyen eredménye, és ez rossz, tehát ő haszontalan a társadalom számára. Független attól, hogy ő már rendelkezik egy olyan eredménnyel, amellyel nem rendelkezik az irigykedő ember. Az irigykedő emberről sem biztos, hogy most beszélnünk kell, az önmagában egy nagyon rossz dolog, hogy jelen van a társadalmunkban, az életünkben. Beszéljünk tehát a szerencséről. Az én véleményem az, hogy a szerencse megalkotható, reprodukálható folyamat. Tenni lehet a dolgainként, haladhatunk, lépéseket teszünk, és előbb-utóbb elérünk valamit. Az, hogy egy szerencsének vagy tudatos lépéseknek fogják titulálni a többiek, az attól függ, hogy látják-e azt a folyamatot, amelyen mi haladtunk. A minap láttam egy videót két ikerről, akik egy-egy oldalon ültek, közöttük volt egy fal, és különböző színű kockákat kellett fölemeljenek, és mindig ugyanazt emelték föl, akárhányszor próbálkozták, mindig sikerült nekik ugyanazt felemelni. Szerencsések? De hogy szerencsések, ők ikrek, tehát van egy magyarázatunk arra, hogy miért sikerült, attól függetlenül, hogy mi nem tudjuk ezt reprodukálni, nem tudjuk megcsinálni ezt a feladatot. Viszont rengeteg ember tudta megtanítani arra, hogy például ilyen szerencsés folyamatban ugyanolyan lépéseket tegyen, mint a másik, egyfajta különleges kapcsolata, megérzéssel legyenek egymással, és ebben az állapotban sikerülhet az, hogy szinkronban dolgoznak. Akik a szemináriumokon végignézték ezeket a folyamatokat, sőt, ők maguk is csinálták ezeket a gyakorlatokat, azoknak egyáltalán nem volt csodaszámba menő az, hogy sikerült ez a feladat. Volt magyarázat, hogy hogy fogjuk elérni, volt stratégia, hogy mit kell csinálni, voltak építő jellegű feladatok, amelyek elvezetnek az eredményhez, volt kínlódás, szenvedés és kudarc, és egyszer csak ott volt az eredmény, ami 3 nappal ezelőtt hihető volt, most viszont meg egy tény. Számukra megszűnt a szerencse például abban a kérdésben, hogy két ember egyszerre, egy időben ugyanarra tud gondolni, ugyanazt tudja cselekedni. Független attól, hogy egymás közelében vannak, lássák egymást, hallják egymást, vagy bármilyen olyan információs csatornán keresztül tudjanak kommunikálni, amit megszoktunk a hétköznapokban. Viszont az, aki nem vett részt ebben a gyakorlatban, hanem csak beesett és látta, hogy valakinek ez hogyan sikerült, ő azt mondja, hogy véletlen. Pozitív hozzáállásban pedig szerencsés. Szóval az ikrek, akiket láttam a videókon, szerencsések, vagy ikrek, vagy normál emberek. Nyilván mind a 3 jellemző igazájuk, sőt, még egy csomó minden más is. Egy a lényeg, hogy van valamilyen konkrétum, ami miatt ők tudnak valahogy kommunikálni egymással, és ez a kommunikáció fogja megadni azt az eredményt számukra, még akkor is, hogyha ők nem tudják, hogy hogy kell csinálni, csak ők is tapasztalják azt a csodát, hogy sikerült ugyanarra gondolni, és ugyanazt cselekedni. Szóval ők nem tudják, hogy hogy kell ezt csinálni, csak benne van a genetikájukban, hogy meg tudják csinálni. együtt. Más emberekkel viszont nem tudják megcsinálni. A szeminaristák, akik ezeket az extrasens gyakorlatokat gyakorolják, ők viszont bárkivel meg tudják csinálni, egy kis gyakorlással meg tudják tanítani a másikat arra az állapotra, hogy legyen az a kommunikáció, hetedik érzéknek hívjuk, amelyel úgymond ilyen szerencsés dolgok fognak megtörténni az életükben. De rugaszkodjunk el a kis buta gyakorlaton, mert mire való az, hogy egyszerre gondolunk valamire és ugyanazt emeljük föl. Mi van akkor, ha te egyszerre gondolkodsz a világgal, és abban van szerencsét, hogy az, ami a világban éppen lehetséges, te éppen meg is kívánod, és éppen cselekszel is érte, és éppen meg is fogod kapni az eredményt. Egyértelmű, hogy szerencsés vagy, kivéve akkor, ha ezt megtervezted, vagy az álmaidban benne vannak ezek a vágyak, és lépéseket teszel tudatosan, és megkapod az eredményt, ráadásul úgy, hogy tulajdonképpen a többiek nem ismerik föl a folyamatot, pont úgy, ahogy az ikreknél nem ismerjük föl a folyamatot, vagy pont úgy, ahogy a szeminaristáknál nem ismerjük föl a folyamatot, akkor, ha nem láttuk azt, hogy ők ezt megtanulták, és ezelőtt ezt nem tudták megcsinálni. A szerencse tehát tanulható, a szerencse nem más, mint egy olyan folyamat, amelyeket megismersz, viszont mások képtelenek felfogni, hogy hogyan zajlik. Olyan, mint a gyerekeknek a csoda. A karácsonyfa alatt ott lesznek az ajándékok, és a gyerekek azt gondolják, hogy itt valamilyen csoda történt, és persze nem szerencséjük van, hanem írtak a Jézuskának, a télapónak, vagy bárkinek, aki elhozta a kéményen keresztül bemászva, vagy az ablakon keresztül berepülve, és odarakta a fa alá. Nagy csalódás, amikor kiderült, hogy anyu-apu csinálta, eltűnnek a csodák, megismerted a folyamatot, és abban a pillanatban már csak szerencsés lehetsz, ha olyan szüleid vannak, akik meg tudják venni az éppen legmenőbb ajándékokat. És mi van, amikor már felnőttél, amikor megismerted, hogy hogyan működnek a csodák, akkor te miért nem teszel csodát az életedben? Nos, a rossz hírem az az, hogy magadnak nem tudsz csodát csinálni, csak másoknak. Másoknak viszont varázsolhatsz, végigjárod a folyamatokat, oda teszed eléjük az eredményeket úgy, hogy ők véletlenszerűen belebotoljanak. Persze tudod, hogy merre fognak menni, mire nem fognak vigyázni, tehát a véletlenszerűséget is meg tudod tervezni, generálni tudod ezt az eseményt. Mivel ők semmit nem tudnak az egészről, csodának, szerencsének fogják vélni. De ezt mind te csináltad. Hogy szerencsés vagy az életben vagy sem, ez rajtad múlik. Rajtad múlik, hogy hogyan gondolkozol, hogy hajlandó vagy-e a kényelmet feladni és tenni, lépéseket tenni a feladatokban, úgy, hogy az eredményhez elvezessen. Rajtad múlik, hogy akkor is dolgozol a saját életeden, amikor mások nem ezt teszik, így számukra olyanná válik az egész sikertörténeted, mint valami szerencsés mese. Rajtad múlik, hogy szerencsés vagy-e.